Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Lezárult a Lónyay 200 emlékév. A programsorozat részleteivel bővebben is foglalkozunk a mai műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Foglalkoztatás, szükség lesz több vendégmunkásra. Lónyay 200, lezárult a rendezvénysorozat. Ez már a jelen, mire jó a mesterséges intelligencia? Átmenetileg szükség lesz több vendégmunkásra, de elsődleges a magyarok foglalkoztatása. Erről Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár beszélt televíziónknak. A politikus azt mondta, a befektetéseknek köszönhetően több tízezer új munkahely jön létre a következő években a Nyíregyháza-Debrecen-Miskolc gazdasági övezetben. Comba Sándor hangsúlyozta, a régió egyetemeinek fontos szerepe van abban, hogy az új befektetők igényeihez igazítsa képzéseit. Tavaly nyáron jelentették be, hogy egy dél-koreai vállalat, a W Scope Nyíregyházán építi fel első gyárát Európában. Bőfél évvel később a német Boyzen cégcsoport is a Vármegye székhely ipari parkját választotta új üzemének felépítésére. Számos hasonló jelentőségű beruházás indult meg az utóbbi években a Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza gazdasági övezetben. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár megkeresésünkre elmondta, a következő években növekedni fog a vendégmunkások száma, de a prioritás minden esetben a magyarok foglalkoztatása lesz. Jelen pillanatban nagyjából olyan 80 ezer fő van, amiből 57 ezer ukrán és szerb állampolgár, még könnyített eljárás keretében néhány évvel ezelőtt nekik lehetőséget biztosítottunk a munkavállalásra. Úgyhogy arányai tekintve még viszonylag kevesen vannak, de az látható, hogy ha a következő években azok a beruházások, amelyeket beterveztünk, megvalósulnak, akkor a magyar munkaerő mellett átmenetileg harmadik országbeli munkavállalókra is szükség van, de a fő szabály mindenképpen az lesz, hogy amíg van magyar munkaerő, addig a magyarokkal töltsük fel ezeket a hiányzó munkaköröket. A szabály egyébként egy keretet ad tulajdonképpen azoknak, akik adott országban, most jelenleg 15 ország van az ország listán, a munkaerőkölcsönzőkön keresztül érkezik, és olyan szakmába, ahol nincs magyar munkaerő, akkor ők egy könnyített eljárás keretében 2+1 évig vállalhatnak munkát Magyarországon, tehát 2 év után hosszabbítással még 1 évet tartózkodhatnak, de ott már munkaerőpiaci vizsgálat van a második év végén, és csak abban az esetben hosszabbítjuk meg, hogyha egyébként akkor nincs magyar állampolgár, akiben ez feltölthető. Egy óriási fegyvertény az, hogy végre arról beszélhetünk, hogy a kelet-magyarországi régióba jelentős beruházások érkeznek. Hosszú évek, inkább évtizedek óta szenvedünk azzal, hogy szerettük volna ugye abba a térségbe vinni a munkalehetőséget, hiszen tudjuk, hogy a magyar munkaerő mobilitása milyen. Tehát egyértelműen a munkahelyeket kell odavinni, ahol a munkáskéz rendelkezésre áll, de ez sajnos eddig nem sikerült. Most egyértelműen az látszik, hogy elfogyott a munkaerő, ugye Nyugat-Európában is, és nálunk is a Nyugat-Dunántúli régióban, vagy a Dunától ugye nyugatra nem igazán áll már rendelkezésre, úgyhogy ez egy mindenképpen pozitív dolog. 2030-ig például Debrecen környékén, ha azok a beruházások, amelyek most fejlesztések megvalósulnak, ami be van tárazva, nagyjából 30 ezer új munkahelyre lesz szükség. Ez egy óriási szám. Ugye ha matematikailag nézzük, akkor jelen pillanatban Magyarországon, akikre munkaerőtartalékként tekinthetünk, az durván 300 ezer ember. Ők a munkanélküliek, az inaktívak, az alulképzettek. Hát reálisan látva azért azt mondom, hogy ekkora létszámot biztosan nem fogunk tudni rövid távon a munkaerőpiac rendelkezésére bocsátani, mert sokan vannak olyan élethelyzetben, akik nem képesek szociális gondok miatt, egészségügyi gondok, családi problémák miatt munkát vállalni. Úgyhogy mindenképpen szükség lesz, azt gondolom, hogy a harmadik országbeliek foglalkoztatására is. Nem tudok és nem is akarok nagyságrendet mondani, hiszen ugye a főszabály az, hogy mindig annyit akkor és oda és onnan, ahol a magyar munkaerőpiacot segíti. Tehát elsődlegesen a magyarokkal próbáljuk feltölteni, és hogyha nem, akkor átmenetileg ugye vendégmunkások alkalmazását is igénybe fogjuk majd venni.
Comba Sándor elmondta, a technológiai fejlődésnek köszönhetően nem csak betanított vendégmunkásokra, hanem magasan képzett külföldi informatikai szakemberekre is szükség van. Ezt a folyamatot is segítve született nemrég együttműködési megállapodás a Nyíregyházi Egyetem és egy kínai főiskola között. Szoktuk mondani, hogy azok, akik most az általános iskolába belépnek, olyan szakmában fognak dolgozni, amit még most nem is ismer a munkaerőpiac, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kihívás. Ugye azok a technológiák, amelyek Magyarországra érkeznek, azoknak is egy jelentős része ugye folyamatos fejlődésen, változáson megy keresztül, tehát a tényleges munkavégzés mellett, tehát ugye úgy szoktuk mondani, hogy a kék gallérosok mellett a fehér gallérosokra is óriási szükség lesz. Magyarul ugye a kutatás-fejlesztési részt is szeretnénk, hogy ezek a cégek idehoznák, mert Isten igazából akkor tudnak gyökeret ereszteni egy-egy országban, hogyha nem csak a manuális tevékenység, hanem a hozzá tartozó know-how is párosul, és ez a tervünk minden egyes beruházást illetően, hogy tartósan gondolkodjanak Magyarországban, ahhoz pedig az kell, hogy a kiművelt emberfőket is itt találják meg. Örülök neki, hogy a Nyíregyházi Egyetem is itt a nulladik körben már partnerként jelentkezik, ugyanez igaz Debrecenre is és Miskolcra is, tehát meggyőződésem, hogy az ipar és az oktatás az a következő években abszolút mértékben kéz a kézben fog járni. Év elején jelentette be az Electrolux nyíregyházi gyára, hogy 2024-től leállítja a termelést. A döntés következtében több mint 600 munkavállaló jövője vált bizonytalanná. Comba Sándor elmondta, minden lehetséges segítséget megkapnak az érintettek, hogy megtalálják új munkalehetőségüket. A múlt héten beszéltem ott a illetékesekkel, ugye kíváncsi voltam, hogy állnak a dolgok. Ugye gyakorlatilag a döntés megszületett, ugye abban változás nincs, viszont azt érzékelem, hogy abszolút korrekt módon áll a cégvezetése a probléma kezeléséhez, jóval több támogatást és lehetőséget biztosít annál, amit egyébként egy kollektív szerződés vagy a munkatörvénykönyv kötelezően előírna egy ilyen probléma helyzet kezelése kapcsán. Tehát nagyon minimális a fluktuáció, ahogy hallottam, tehát alig-alig ment el pár ember, úgyhogy megértette mindenki a lehetőséget. Nyilván itt majd még feladatunk lesz, mert ahogy az év végéhez közelítünk, ugye egyre inkább égetővé válik majd az, hogy milyen munkalehetőséggel tudnak majd rendelkezni, vagy tudunk biztosítani, vagy ajánlatot tenni ugye azok számára, akik ott a környéken szeretnének elhelyezkedni. Azt tudom ígérni, hogy mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni, hogy ez a folyamat zökkenőmentes legyen. Pár napon már csak a szünidőig egyre több tanuló érdeklődik a nyári átmeneti munkalehetőségek iránt. Idén újra lesz lehetősége a fiataloknak önkormányzatoknál, vagy vendéglátóipari vállalkozásoknál munkát vállalniuk. Már a diák szövetkezeten keresztül is csúcsokat dönt a diák foglalkoztatás, és az a jó hírem van, hogy június 15-től ezt a nagy sikerű nyári diákmunkaprogramot, amelyet minden évben most már ugye lassan 10 éve hirdetünk, újra fogjuk indítani. Ez nagyjából 3,5 milliárd forintot jelent, és mintegy 26-27 ezer diák maximum két hónapos foglalkoztatását veszi lehetővé. Elsősorban önkormányzatokon keresztül, de egyébként turisztikai és vendéglátásban működő foglalkoztatók is jelentkezhetnek. Lezárult a Lónyai 200 emlékév. A névadó Lónyai Menyhért születésének bicentenáriuma alkalmából számtalan programot, konferenciát szerveztek szerte a vármegyében. 5 kiadványt is megjelentettek, és szerkesztés alatt van az a konferencia kiadvány, amelyben az emlékév előadásai olvashatók majd. A záró eseményt a tuzséri Lónyai kastélyban tartották, erről láthatnak most egy rövid összefoglalót, majd itt a stúdióban folytatjuk a témát. Ünnepi hangulat a tuzséri Lónyai kastélyban. A település fúvós zenekara a Lónyai 200 emlékév záró eseményén állt színpadra. A Tuzsér Községért Közalapítvány 2022-ben gróf Lónyai Menyhért születésének 200. évfordulója alkalmából egész éven át tartó programsorozatot szervezett határainkon innen és túl. Ebben számos partner támogatta a szervezetet.
A bicentenárium éve ugyan véget ért, a programok zárását azonban többek között az orosz-ukrán háború miatt el kellett halasztani. Az eseményen a támogatók és a partnerek munkáját, együttműködését is elismerték. A zárórendezvény pedig ugye azoknak szól, akik támogattak, együttműködtek az emlékek megvalósításában. Hát azok a szervezetek, ahol Lónyai Menyhért politikai társadalmi szerepvállása jelentős volt, kimagasló, hogy őket mindenképpen szerettük volna bevonni az emlékének alapításában, valamint azok a települések, akik eleve benne vannak, tehát Lónya, Tuzsér, Vásárosnavény, Nyíregyháza, Budapest, határon túlról említettem Beregsomot, Kárpátalja, valamint a felvidéki Deregnyő is, ha szintén lónyai birtokok voltak egykoron, és az építhetőségi helyszínek, vagy annak a emléke még a mai napig is él. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a vármegyeháza bejáratánál áll gróf Lónyai Menyhért mellszobra is. Hozzátette, olyan államférfi volt ő, akinek sokrétű munkássága példát mutat a mai kor emberének is. Nagyon sokat jelentett, illetve jelent a mai napig is Lónyai Menyhért az országnak és a vármegyének, hiszen olyan intézményeket alapított, olyan pénzügyi szemléletet vezetett be a mindennapi gyakorlatába az egyes intézményeknek, amik nagyon fontosak manapság is. A Lónyai 200 emlékév egyik fő támogatója a pénzügyminisztérium mellett a miniszterelnökség volt. A zárórendezvényen Panyi Miklós miniszterhelyettes azt hangsúlyozta, ritka képességű, kiemelkedő államférfi volt gróf Lónyai Menyhért. A kiegyezés utáni boldog békeidők első pénzügyminisztere igazi országépítő volt. Mind a gazdaság terén, mind a gazdaság motorjainak a beindításán, mind pedig a tudományos életben a technológiai fejlődés és a tudományosságnak a mecenatúráján keresztül nagyon sokat tett ebben a békeidőbeli korszakban ahhoz annak érdekében, hogy Magyarország arra a fejlődés útjára lépett, ami aztán ezt a 50 évnyi békeidőbeli korszakot jelentette Magyarországnak. Talán még azt is fontos kiemelni, hogy az országépítés időszaka az, ahhoz azért mindenképpen megfelelő keretekre van szükség. Ez a megfelelő keret pedig a béke és a békés együttműködésnek az időszaka. A 2022-ben 30 éves jubileumát is ünneplő Tuzsér Községért Közalapítvány a Lónyai 200 emlékév kapcsán számos kulturális közösségi eseményt, konferenciát szervezett partnereivel. A bicentenárium alkalmából 5 kiadványt is megjelentettek. Szerkesztés alatt van pedig az a konferencia kiadvány, melyben az emlékév előadásai olvashatók majd. És akkor, ahogy ígértem, itt a stúdióban folytatjuk vendégünkkel. Köszöntöm Klicsu Ferencet, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a Község TV nézőit is. Kezdjük talán azzal, hogy milyen indítatással, milyen alapkoncepcióval indult el ez a programsorozat, kinek az ötletére és milyen összefogásban? Az igazság, hogy nekünk tuzsériaknak van egy nagyon fontos, ikonikus épületünk, az egykori Lónyai Kastély, amely szerencsére elég jó állapotban maradt meg, és ugye az önkormányzat különböző funkciókkal látta el. Nekem szerencsém van ott dolgozni, több mint 10 éve, úgyhogy azt gondoltuk, hogy illik tudni sok mindent a egykori tulajdonosokról. Persze ez nem ment ilyen zökkenőmentesen, de ahogy egyre jobban belelobaltuk magunkat a témában, láttuk azt, hogy milyen sok a fehér folt ebbe a történetbe, és azt tapasztaltuk, hogy a Lónyai család, mint olyan, annyira nincs a köztudatban. Itt Kelet-Magyarországon szűkebb pártiákában a miniszterelnöknek vannak ismeretek, de az kevés ahhoz, hogy országos szinten is ismerté váljon a család vagy az ő neve, annak ellenére, hogy egész jelentős dolgokat vittek véghez itt az évszázadok folyamán. És ugye, ahogy közeledett a 2022, ugye, mert hogy 1822. január 6-án született gróf Nagy Lónyai és Vásárosnevényei Lónyai Menyhért, úgy gondoltuk, hogy ezt az alkalmat megragadjuk, és őt ilyen bástyaként előre tolva megpróbálunk felkutatni mindent, ami egyrészt hozzáköthető, másrészt pedig ugye kitekintünk a családi berkekbe is, úgymond, és az évszázadok során azért nagyon sok mindenben részt vettek.
Milyen fontosabb események zajlottak ebben a fontos bicentenáriumi évben? Ez nagyon, nagyon egyszerű kérdésnek tűnik most így, a válasz nagyságát gondolva, hiszen azt mindenképpen tudni kell, hogy Lunyai Menyhért egy korát meghaladó politikus, társadalmi szerepet vállaló személyiség volt. Nagy munkabírással rendelkezett. Ugye, ha csak nagyon szűken és dióhéjba mondom el, akkor mindjárt látjuk, hogy mekkora fába is vágtuk mi a fejszínket. Ő már ugye 21 évesen Beregvár megye követően részt vesz az országgyűlési munkálatokban. Ugye kortársa Kossuthnak, Széchenyinek, Deáknak, és ugye Széchenyi karolta föl a fiatal politikust. Ugye említettem, hogy Nagy Lunynán született, ő már 10 éves kora elején Budapest, illetve akkor még nem volt Budapest, Pestre kerültek, ott fejezte be tanulmányait, és távol került a szülőföldjétől, de ezek az emberek fölkarolták, és mindenképpen Bereg vármegye követelként vett részt a munkátokban. Ugye fiatal korában kortársainak megfelelően, mármint társadalmi rangjabeli kortársainak megfelelően is utazásokat vitt véghez, főleg Nyugat-Európában irányába, és akkor szembesült azokkal a gazdasági, politikai, banki különbségekkel, amelyeket visszatérve ő meg is fogalmazott és kiadványban is megjelentette. Ugye főleg a közlekedési irányba próbált terelni a gondolkodást a banki szektor irányába, amelyek ugye a fejlődést generálták. Aztán ugye jött 1848-49, ez megtorpantotta a reformkornak a vívmányait. Ugye ebben az időszakban ő politikai síkon részt vett a második, a Batthyányit követő Szemere kormányban részt vett, pénzügyi államtitkár volt. Ugye utána, rövid bújdosás után édesapja külföldön menekítette, és aztán pedig hazakerült Tuzsérra kényszerlak helyéül. Tuzsért jelölték ki. Mi Tuzsérra körültünk neki, örülünk így utólag, mert ugye akkor megismerkedett a gazdálkodással, a földdel, a Tiszával, és látta azt, hogy a korábban a vasvári Pálék által elkezdett tiszaszabályozást folytatni kell, szükséges, mert ugye ott egész falvak dőltek romba, amikor a Tisza egy-egy gyáradást produkált, úgymond. Tehát ők motorja lett, különböző hitelintézeteknek, vízügyitársaknak az alapításában részt vett, és ennek köszönhetően be is indultak ezek a folyamatok. Tehát a felső tiszaszabályozása egyértelműen az ő nevéhez köthető, valamint ugye később pedig tapasztalták azt is, hogy nem csak a Tiszával van gond, hanem a belvizek elvezetésében is. A belvizeknek a problémáit is igyekeztek megoldani. Tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy a Lónyai főcsatorna megépült, és tiszteletére halál után róla nevezték el. Ezen kívül pedig ugye ez csak egy belítés volt, hiszen ugye ezt követően aktívan részt vett a kiegyezésnek az előkészítésében, az Andrássy kormányban pénzügyminiszteri pozíciót töltött be, ezt követően az Osztrák-Magyar Monarchia közös pénzügyminisztere lett, ezt követően pedig ugye Magyarország miniszterelnöke volt 71 és 72 között. Közben pedig ugye a rangja okán, tudása, munkabírása okán, különböző társadalmi szerepvállásokban is fontos szerepet töltött be. Többek között ugye az akadémiának tagja lett, később alelnöke, haláláig pedig elnöki pozíciót töltött be. Vallásos, református családban született, hű maradt vallásához, egyházához, a Dunamenneki Református Egyházkerület főgondnoki teendőit látta el, halála is ebben a munkakörben, illetve a tevékenység közben érte. Konkrétan Tuzsér számára mit jelentett ez a család? Ugye a településen a 16.-17. századtól jelen van a Lónyai család. Ugye most csak annyit mondok, hogy neki köszönhető a gyümölcs termesztés meghonosítása. A híres szabolcsi alma az Tuzsérről indult el, hiszen az árterületeken kialakított gyümölcsösök egyre jövedelmezőbbeké váltak, rengeteg embernek adtak munkát, és ugye ők is úgy gondolták, hogy ez egy fontos dolog, és a család emiatt is gyarapodott évszázadok folyamán. A család később leszármazottai templomot építettek, iskolát építettek, községházát építettek, obodát építettek, tehát a modernkori értelemben vett település alapjait a család alapozta meg. Hát nagyon sokat jelent a családnak, de a térségnek is egyébként. Ha még egy pillanatra visszaugorhatok Lónyai Menyhért szerepéhez,
hogy az ő politikai pályafutása alatt több mint 4000 kilométernyi vasútvonal épült ki, és ennek köszönhető többek között a Nyíregyháza-Ungvár vasútvonalnak a megépítése, és természetesen Tuzsér is útbe esik. Ebben a bicentenáriumi emlékévben milyen eseményekkel és mi mindennel emlékeztek meg Lónyay Menyhértről a család? Ez is egy szertágazó kérdés, illetve maga a válasz lesz az, hiszen a kérdés az egy egyszerű kérdésnek tűnik, de ugye a Lónyay birtokok ekkoron olyan nagyok voltak, hogy ilyen például most határon túl is átnyúlnának. Ugye Felvidéken, Kárpátalján is voltak a birtokaik, illetve a szomszédos vármegyékben. Hát amikor a tervezés-szervezési fázisa megtörtént, akkor mi számoltunk azokkal a településekkel is, ahol ekkoron lónyai épített örökségek voltak. Így került be a látókörünkbe, természetesen Lónya, ahol született, de Vásárosnövény, ahol a lónyák építették a mai Beregi Múzeumot, a Tomcsányi kastélyt. Így került látókörünkbe a Lónyától már a határ másik oldalán lévő Beregsom, ahol az édesanyja is lakott. Így került a látókörünkbe a felvidéki Deregnyő, ahol az édesanyja született, például szintén lónyai lány, ugye annak idején Guba-Subához tipikus verziója, hiszen a lónyai ág meg a Deregnyő ág fúzionált, és akkor így lettek a Menyhért és a testvérei. Aztán pedig ugye a család szertágazó életpályája során szomszédos vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is látókörünkbe került, hiszen Bordogalasziban szintén van épített örökségi helyszín. Az ő rokonsága révén Lónyay Hödön lakott ott egykoron. De a politikai ténykérése, illetve a társadalmi szerepállásai Nyíregyházát, Budapestet is bemondták ebbe a történetbe. Úgyhogy ezeken a helyeken mindenhol igyekeztünk méltóképpen megemlékezni rá. Milyen társszervezetek segítségével történt ez a szervezés? Egy részük már elhangzott, ugye. Bemondtuk a történetbe a, hát akkor kezdjük a legmagasabb helyeken, ugye. Támogatóknak azokat a minisztériumokat, ahol úgy gondoltuk, hogy szerepet vállalt a pénzügyminisztérium. Aztán természetesen a miniszterelnökség, aki felkarolta az egész történetet, de az EMMI, ugye most már nincsen, de a Emberi Források Minisztériuma, ők voltak a fő támogatók, vagy ne felejtsük el például a Batthyány Lajos Alapítványt, akik az ő által épített Budapesten a várban lévő most Lónyay 60 villában folytatják tevékenységüket, tehát ott is jártunk rendezvényel. Összesen hány rendezvény történt ez alatt az emlékében? Ezt még nem számoltam össze, de szerintem 100 környékét biztosan. Hiszen az előfelsorolt településeken, kivéve Öberegsom, Kárpátalját, mindenhol voltak kiállítások, konferenciák, könyvbemutatók, kulturális programok, valahol több, valahol kevesebb. Mindezt úgy, hogy közben zajlik a szomszédban egy háború. Jelentette ez valamilyen nehézséget? Igen. Tehát ugye, említettem, Beregsom az Kárpátalján, Ukrajnán található. Ugye a január 6-ai nyitórendezvényen még itt tudtak lenni, hiszen úgy indultunk, hogy Budapesten a pénzügyminisztériumban volt egy emlékülés, aztán jöttünk Nyíregyháza, másnap Tuzsér és Lónya. A Tuzséri Lónya rendezvényen még ott tudtak lenni. Aztán pedig elindult az operatív munka teljes gőzerővel, és közben kitört az orosz-ukrán háború. És ugye ez nem csak a mi munkánkat tette nehézé, hanem ugye az történt, hogy mivel Lónya is, meg Tuzsér is a határ közelében terül el, ezért ugye azok a közösségi színterek, üldési házak, ahol ez eseményeket kellett volna nekünk elállni, azok menekülszállással voltak berendezve. És hát nyilván a települések oda fókuszálták. Természetesen ugye mindenki ezzel foglalkozott, és sajnos Kárpátalja ki is esett ebből a történetből a formában, hogy nem tudtunk átmenni és ott rendezvényeket generálni. Ugyanakkor különböző kiadványok is megjelentek, sőt könyvek. Igen. Tehát amikor mi azt tűztük a célunkra, hogy nem csak Lónyay Menyhértet szeretnénk felkutatni, hanem vagy nem csak Lónyay Menyhértet szeretnénk foglalkozni, hanem a Lónyay családdal egészében, akkor néhány kapcsolatunkon keresztül eljutottunk leszármazottakig, akik előszedték a láda fiában őrzött fotóalbumokat, naplókat, amelyeket igyekeztünk közkincsé tenni. Ugye 5 kiadványunk jelent meg eddig, abból 2 úgymond újra kiadás, hiszen 2012-ben volt Tuzsér nagyközség 800 éves, akkor szerveztünk egy konferenciát,
Tuzsér és a Lónyaiak címmel, hiszen már akkor sem lehetett a település életéből kihagyni a Lónyaiakat, hát csak ennyi súlya van a település életében. Ez 12-ben meg is jelent, és de elfogyott, aztán úgy gondoltuk, hogy ezt adjuk ki újra. Aztán ugye ekkor ezen a konferencián 2012-ben a legnagyobb tudósa a Lónyaiaknak, a Cíger András, említett, hogy ő írt egy könyvet 2008-ban, és akkor mi csodálkoztunk, hogy Budapest létére többet tud a Lónyaiakról, mint mi. Elég szégyen teljes volt, de hát aztán küszöböltük. De úgyhogy, éppen jó volt ez az emlékév, hogy valahogy integrálódtak. Egy kicsit kinyitottunk, kinyílt a világ abban az irányban, hogy mások picit jobban és többet foglalkoznak vele. Tehát az ő könyvét már akkor nem lehetett kapni, és azért ezt újra gondoltuk, kicsit átdolgozta, és ezt újra kiadtuk, többek között a Batthyány János Alapítvány támogatásával. Aztán pedig ugye, mint említettem, a családtól kerültek elő különböző kordokumentumok, különböző korokból. Az egyik az a gróf Lónyai Menyhértnek a, bár akkor még nem volt gróf, ez volt a 47-48-ban fordulóján írott naplója, amit az egyik, hát az egyik, hát Magyarországon egyetlen Lónyai, a Lónyai Gábor ajándékozott nekünk. Ezt természetesen rögtön közkincsést tettük, ezt a pénzügyminisztérium támogatta a kiadását, aminek a bemutatója több egy hónappal, másfél, hát nem, három héttel ezelőtt volt a budapesti Lónyai 60 villában. A másik pedig ugye Jankovics Besán Dénes, aki a Lónyai Menyhértnek a szép unokája, náluk öltödött meg egy korabeli dokumentum, egy hétkötetben álló napló, amelyet szintén közkincsítettünk a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a szakmai támogatásával. Februárban volt a bemutatója, de természetesen elhoztuk a megyében is, több helyszínen is tartottunk bemutatót. Nagyon nehezet fogok kérni, ha egyetlen mondatban összetudnál foglalni, hogy személy szerint magának mit jelentett ez a munka, amit az a bicentenáriumi évszervezés jelentett. Egy mondatra talán van még időnk. Talán annyi legfontosabb, hogy egy nagyon széles körű összefogás kellett ahhoz, hogy ilyenné váljon az emlékév. Ugye nem régen volt az áraeseményünk, és itt nagyon sokan azt mondták, hogy szerintük nagyon sikeres volt. A sikeren túl én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy talán tartalmas is volt, és méltóképpen tudtuk megemlékezni a grófnak a születési évfordulójára. Lécsó Ferenc, én mindezekhez gratulálok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen. A múlt után jövő, vagy talán már jelen. Egyre jobban terjed a mesterséges intelligencia, amelyet mindennapi életünk számos területén alkalmazhatunk már. A marketing világában ez különösen igaz, ahol az innováció, a kreativitás és a hatékonyság mindig elsőbséget élvez. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara programsorozatának legutóbbi eseményén erről a témáról hallhattak előadást a fiatal vállalkozók. Tudnál nekem 4 mondatot írni a mesterséges intelligencia kialakulásáról? Tettem fel a kérdést az egyre szélesebb körben elterjedt ingyenes ChatGPT-nek. Pillanatok alatt meg is érkezett a válasz. Természetes előrehaladásának eredményeként a mesterséges intelligencia az emberi agy működését modellező számítógépes rendszerek hihetetlenül fejlett formájává vált. Az adatok robbanásszerű növekedése és a számítási erő teljesítményének emelkedése lehetővé tette az MI algoritmusok számára, hogy óriási mennyiségű információt feldolgozzanak és megtanuljanak azokból. A gépi tanulás és a neurális hálózatok terén elért áttöréseknek köszönhetően az MI már az autonóm döntéshozatalra és az emberi szintű teljesítmény elérésére is képes bizonyos feladatokban. A mesterséges intelligencia kialakulása forradalmi hatással van számos területre, például az egészségügyre, a közlekedésre, a gazdaságra és a mindennapi életünkre. Maga az, hogy mesterséges intelligencia egyébként alapból egy tévesen használt fogalom. Tehát az, hogy mi azt mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, az alatt gyakran a általános mesterséges intelligenciára gondolunk. Tehát egy olyan szoftver, egy olyan számítógép, ami bizonyos feladatokat el tud látni. Viszont a mesterséges intelligencia az csak előre meghatározott feladatokat tud ellátni. Tehát ez lehet önvezetés, képfelismerés, szövegfelismerés, és általános mesterséges intelligencia igazából még nem létezik. Én tavaly év végén, ahogy a ChatGPT megjelent, akkor másztam bele igazán. Ugye online marketinges vagyok, marketing ügynökségem van, és innen jött nekünk az ötlet, hogy hát valamit csinálni kéne, mert eléggé felforgatja a piacot.
Azt látom, hogy külföldön eléggé elterjedt, ezekben a úgymond tech körökben. Tehát akik foglalkoznak ezzel, nyitottak erre, online munkások, irodisták, nagyon sokan használják. Itthon picit mindig, ahogy mindig is, ugye le vagyunk maradva, viszont nálunk is már egy olyan 600 tanuló van, aki a ChatGPT-ről tanul, és az AI-ról tanul. Köztük tanárok, ami tök érdekes, az nagyon meglepett, irodisták, és ugye nagyon sok vállalkozó is marketinges. Magánszemélyek hogyan tudják a hétköznapok során, lehet egyáltalán ezt a fajta általunk értelmezett mesterséges intelligenciát valahogy hasznosítani? Én azt tudom mondani, hogy érdemes mindenkinek alapszinten elsajátítania a mesterséges intelligenciát, és az, hogy hogyan kezeljük ezeket a szoftvereket, és utána tudni fogja azt, hogy ő a saját feladataiban, a saját mindennapi életében hogyan tudja használni, és miket tud vele kiváltani. Tehát ehhez az is kell, hogy tudjuk azt, hogy mit szeretnénk kiváltani, de egyébként szerintem bárki tud találni rá alkalmazási lehetőséget. Esetleg egy konkrét példával, hogyha tudunk segíteni a nézőknek, hogy milyen területen lehet ezt okosan használni egy hétköznapi embernek? Talán a tartalomfogyasztás a legegyértelműbb, amit mindannyian csinálunk. Én például már nem olvasok cikkeket, nem nézek videókat, mármint olyanokat, ami mondjuk szakmai anyag, hanem beteszem a ChatGPT-nek, és összefoglalja nekem. Pontokba szedve kiemeli a lényeget. A mesterséges intelligencia jelentős előnyöket nyújthat egy induló vállalkozás számára is, segítve a hatékonyságot és a növekedést, valamint hozzájárulva a sikeresebb üzleti működéshez. Be kell tudni azonosítani azt, hogy milyen feladatköröket szeretne valaki kiváltani, és hogy hogyan tudja ezt alkalmazni. Nagyon sok szoftver jelenik meg, tehát ilyen napi 40-50, amiről én tudok, ez mind új, és mind mesterséges intelligencia szoftver, és ezek közül ugye csak egy a ChatGPT. Tehát elképesztően sok területen alkalmazható majd, és szerintem még rengeteg olyan terület van, amire nem is gondolunk, tehát nem is tudjuk, hogy ott tudjuk használni, ami fél év múlva tök természetes lesz. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb lépés egy vállalkozásnak is, egy startupnak is, hogy azonosítsa azokat a területeket, amik úgymond könnyen kiszervezhetőek. Tehát mondjuk, amit oda tudok adni egy grafikusnak, egy szövegírónak, egy virtuális asszisztensnek, azok általában olyan feladatkörök, amikre most már van, ha nem is 100%-os, de van szoftveres alternatíva. Ezek után jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia elveszi-e az emberek munkáját. Kellettől egyáltalán tartanunk? A ChatGPT szerint a mesterséges intelligencia fejlődése jelentős hatást gyakorolhat az emberi munkaerőpiacra, így létezhet bizonyos aggodalom a munkahelyek automatizációja miatt, ugyanakkor a technológia fejlődése új lehetőségeket teremt, és átstruktúrálja a munkaköröket, amelyek alkalmazkodást és új készségeket igényelnek az emberektől. A szakember véleménye pedig ez. Megmondom őszintén, én is tartok ettől egyébként. Azt mondom, hogy rövid távon, gondolok itt egy-két éves időtávra, nem hiszem, hogy a mesterséges intelligenciától kellene félnünk, hogy elvesz bizonyos munkaköröket, hanem azoktól a szakemberektől, akik ilyen szoftvereket használnak. Hosszabb távon nagyon-nagyon jó kérdés. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral, jövő hét hétfőn jelentkezünk. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!